Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Elmondanám akkor a véleményem a tesztek után erről a fűkaszáról, ami a Stihl FS120. Ugye ez a fűkasza durvá 31 köbcenti, 1,8 lóerő és 6,3 kg. Ő az a fűkasza, amit már tényleg lehet fűkaszának nevezni, a kisebbek inkább szegényírók. Ez tényleg az, ami ilyen ház körüli munkára már megfelelhet. Én azt mondanám, hogy ez a teljesítmény körülbelül egy piacosnak felel meg, tehát ez már szerintem nem gyengébb, mint a piacon kapható kínai gépek, viszont hát ugye jóval minősibb gib anyagokból van, és jóval kényelmesebb vele a munka. Hogyha összehasonlítom a Husqvarna 333-mal, ami nálam volt, ugye attól ez érezhetően erősebb, és azért érezhetően könnyebb is, viszont drágább, durván 50 ezer forinttal, de ez a Stihl 120-as érezhetően erősebb, mint az a Husqvarna. Viszont jelentős árkülönbség van ugye köztük, az az 50 ezer forint. Hát, hogy az megéri-e, vagy nem, azt mindenki döntse el maga. Összességében az én véleményem erről a gépről az, hogy tényleg egy jó, használható gép. Nekem tetszett, én ezt bátran merem ajánlani bárkinek. Otthon ház körül, meg még némi maszek munkát is szerintem be lehet ezzel már vállalni. Igazából, amint láttátok, ilyen elég vastag, gazos területet vágtam. Semmilyen megerőltetés nem okozott neki. Gyakran nem is igényelte a teljes gázt. Sűrű fűben már oda kell neki húzni, meg az egy picit már meg tudja fogni, de szerintem teljesen rendben van ez az erő. Viszonylag kényelmes vele a munka,
Fogantyúkon van egy kis rezgés, de nem olyan bántó, mint mondjuk az FS56-nak. Szóval ezzel már lehet több órát is dolgozni akár. Úgyhogy a kényelmi részén azt mondom, hogy rendben van. Meg hát egy viszonylag egyszerű, régi vágású modell. Úgyhogy ezt bátran merem ajánlani otthoni használatra bárkinek. Ugye a tanksapkának a nyílása elég magasra följön, úgyhogy elég könnyű megtankolni. Itt az akasztójában van egy fémbetét, úgyhogy ez biztos, hogy tartósabb lesz, mintha csak egy sima műanyag lenne. Ugye egy kétválas heveder van hozzá. Én ezzel is elégedett voltam. Kést azt még ki sem bontottam igazából. Szerintem ez a damil fej is elég jó, ugye 2-4-es damil van benne. Elvileg gyárilag 6 méter volt beletöltve. Körülbelül 2,5 tankot használtam eddig a gépet, de még nem fogyott ki belőle a gyári damil, és ezzel a 2-4-essel egész jó ment. Hát, ugye a videón láthattátok, hogy azért vitte a vastag száruparajt is rendesen. Szóval összességében én azt gondolom, hogy egy jó kis gépet kapunk ezért 172 000 forintért, amiben most jelenleg kerül. Komolyabb negatívumot nem is tudnék mondani, szerintem ez úgy jó, ahogy van. Tehát a tömeghez passzol ez a teljesítmény is. Úgyhogy szerintem ez a gép így teljesen rendben van. Ugye a hasonló Husqvarnánál mondtam, hogy a teljesítménye annak gyenge ahhoz a tömeghez, meg a köbcentihez. Ez viszont szerintem így teljesen arányban van ezen a gépen minden. Úgyhogy nem véletlen, hogy nagyon régóta van már ez a modell, és még mindig árulják, mert tényleg ez egy jól eltalált gép, így ahogy van, annak, akinek elég ez a teljesítmény, amivel rendelkezik, legfőképp ugye otthoni felhasználóknak. A gép még eladó, meg fogom hirdetni a jófogáson, házhoz szállítással, úgyhogy akár ott is meg lehet rendelni, vagy a leírásba beteszem az e-mail címemet, ott föl lehet velem venni a kapcsolatot. Ha valaki esetleg személyesen szeretné átvenni itt Délpest megyében, úgyhogy a videó készítésének a pillanatában még eladó ez a fűkasza. Most azért elkezdtem innen a műhelyből, mert csepereg az eső, elég sok eső esett mostanában. Elég komoly dudva nőtt a gyümölcsösbe, de az FS120-nak meg se kottyant ez a feladat, hogy azt levágja. Most erre a szezonra már több ilyen fűkasza kicsomagolós, bemutatós videót nem tervezek, aztán lehet persze, hogy még valami beesik, de szerintem hamarosan találkozni fogunk valamilyen videóban. Köszöntöm a megtisztelő figyelmet, szevasztok!